Volt esélyük a kapusoknak rúgóedzésen? Hát igazából akkor volt esélyük, amikor rosszul rúgtuk. A Toponárnak mennyi esélye lesz majd a kupamérkőzésen? Hát ezt majd meglátjuk, mi nem nézzük le őket semmiféleképpen se, ugyanúgy készülünk erre a mérkőzésre is, mint egy bajnokira, és úgy gondolom, hogy azzal tiszteljük meg a legjobban őket is, hogyha 100%-osan felkészülünk rájuk, és mindent beleadunk a mérkőzésen. Ha a legutóbbi kupa szezonra gondolunk vissza, eszedbe jutnak még azok a mérkőzések? Igen, mindenféleképpen, ugye tavaly elég sok gólt tudtam szerezni a kupa mérkőzéseken, de ez egy jó emlék maradt nekem. Ezen a mérkőzésen is úgy fog pályára lépni, hogy gólokat szeretnék szerezni, aztán mérkőzés után meglátjuk, hogy ez hogy sikerül. Az egész 90 percet végig kell nyomni, mi az elvárás? Hát számomra igen, úgy, ahogy tavaly is megmutattuk a kupában, idén is szeretnénk ugyanolyan magabiztosan kezdeni. Milyen hangulata van egyébként egy ilyen mérkőzésnek? Mindenképp van egy kimondott kupa hangulata. Ugye, ahogy elmegyünk egy papíron kisebb csapathoz, úgymond jobban örülnek nekünk. Mi is örülünk, hogy sokan kilátogatnak a mérkőzésre, és van ennek egy ilyen speciális hangulata. Te személy szerint mit vársz magadtól? Hát mindenek előtt jó játékot magamtól is, és a csapattól is, és ha ez minél több góllal párosul, akkor annál boldogabb leszek.